Sziasztok, srácok, én Réhi vagyok, és ebben a videóban 2023-as room tour videómat fogjátok látni. Igaz, már eltelt 2023, de most jutott ide, hogy megmutassam, hogy mit értem el 2023-ba. Nem is húzom tovább a szót, kezdjük! Ez itt egy csodálatos, óriási nagy szekrény. Igazából nem kell róla tudni semmi nagyot, igazából, és megmutatom az egyiket. Tele van ruhákkal, az alját nem kell figyelembe venni, meg dobozokkal, meg régi DVD-vel, meg minden. A másik az ugyanaz, Ctrl-C, Ctrl-V. Fönt vannak a dobozok, amik a garanciásak, tehát még nem dobtam ki a dobozukat, egyedül azt a hajót, mert azt nem tudnám hova tenni. Bolond Media Max szponzor. Nos, ez volt itt ez a szekrény. Most eltérünk jobbra. Itt látható egy régi, hát nem régi, egy párizsos szék. Rajta van a székemnek a párnája, ami ilyen cuki, ilyen hab, igen. Nagyon cuki. Itt van a lámpának a távirányítója, ami igazából minden színben tud nekünk is pontázni. Olyan színekre gondolok, mint a hideg szín és a meleg szín. Ez egy stabil asztal. Igen. Rajta van a nasi. Itt van egy csomó nasi. Ez Gergő. Nem szponzorizáltam úgy, nem azért. Ez Gergőjék. Várjál, ez nem így kell. Na mindegy. De itt van nasi. Meg Raffaello. Egyébként ebből a cukorkából be is kapok egyet, hogy csamcsogjak nektek az egész videóban. Itt van a Telekomnak a távirányítója, meg a TV-nek a távirányítója. Itt van a parfümömben, Lejjebb nem is tudod. És most találtam meg a hajport, amit az előbb kerestem, de mindegy. Ez a mikrofonomon volt sokáig, de leszakadt itt, és tovább készült egy menyasztó. Egy KD csapatos bögre, amiben bele van hányva minden szarság. Beszélj, ne szponzorizáljam a Rolex-ot pulóveremmel, de mindegy, hagyjuk. Vanyád. Itt van egy HP laptop, ami fent van a kit.com-on, azon belül a, azt hiszem, a streamer gép részlegben. Yes! Azt hiszem, streamer gép részlegben van benne, de talán a gép. Mit tudom én, valamelyikben benne van. Lejjebb jövünk. Itt van minden lófasz, és nekem ebből még van kettő. Jó lófasz. Jó lófasz. Ebben van egy régi HDD, ezen az életem van rajta. Ami nincs, szóval üres. Itt van egy fúró. Itt van. Ezt ha mesélni tudna. Itt van egy JBL, hát rá kell nézni és látod a történetét. Ha ez mesélni tudna. Ebben minden is van, tehát ez ilyen laptop és számítógépbe kibányászott alkatrészek igazából. Zaci. Ja, itt vannak a parfümjeim, itt is a parfümjeim, itt meg a rohadt tanuláshoz való kellékek, amit szívem szerint ki se akarok nyitni most nektek, tehát nem is fogok. Hello. Itt, ide jövünk, ez az asztaltól kicsit barrább, itt van egy ilyen kis doboz. Hát igazából ez összes kábel, meg átalakító, meg ventilátort, a kezdve minden létező dolog bele van hajítva. Nem tudom máshova tenni őket, úgyhogy itt vannak. Itt van a Vistoshink projektorom, amit Gergővel próbáltunk megjavítani, de végre le se sikerült. A fókusza meg van dögölve. És tudjuk ki, mint hogy... Tudjuk ki miatt. Kikö miatt. Ja, igen. Ott van lent egy hosszabbító. Itt egy wifi. Wifi kábel. Van meg minden doboz. A szekrény mögött. Azt is mutassuk. Hát igazából nem látszik belőle semmit, de van pár látszik doboz. Van pár doboz itt beállva. Itt van egy az Eiffel toronyról. Felveszünk a kukit. Várjál, ez hátrébb jövök. Van egy Eiffel toronyról egy kép, és itt van a nagy szekrény. Ez a háttér már egyáltalán nem lett ismerős, mert nem volt még ezzel a háttérre videó. Vagy hát igazából volt, csak amikor még ott volt a szekrény Bence mögött, mert most a szette... Nem, tehát inkább úgy kezdem. Tehát itt volt a setupom az előző room tourba, ami most Bence mögött van, és ez a szekrény volt Bence mögött, tehát kicsit bonyolult a történet.
De most itt van ez a szekrény, és erre került például ilyen videókártya, kettő darab a Yankee mikrofonomnak a doboza, mögött két füles. Itt van egy ilyen kis cuki porcelán, kínai papucs, vagy milyen papucs. Azért gyerekek a KD csapatból szerott is befigyelnem, azért majd, mondom. Majd oda is eltérjük, jó? Majd az később. Itt van egy, itt föntebb van egy Minecraft csákány. Ezt a videós találkozón vettem. Nagyon jó, egyébként szerintem tök jó dísz. Nagyon fincsi, nagyon jó. Ott fent van virág, itt van a bukósisakom, amikor még motoroztunk apukámmal. Azóta itt porosodik igazából. Itt a kúszóka, ami egy év alatt, előző évben, amikor volt a rumtúr, akkor azt hiszem idáig ért. Uh-huh. Azóta már a földig most leér. Most a földig leér, igen. Igen, itt egy lyukka, aminek a kis része sajnos meghalt. Ki kellett belőle műteni. Nagyon vicces. Nem az jutott eszembe. Bazd meg! Nem is tudom, mi halt meg amúgy. Én se. Nem te voltál. Én. Nem, itt a valós végén csak én följárok. Gyerekek, aki ilyet vesz, leszarom az tabletta. Kettő Pringles, egy ilyen kis cuki kutya, amit még mamámmal csináltam. Bolond érmek. Itt a legnagyobb flexem. Erre azért kicsit büke. Hát nem kicsit, erre nagyon büszke vagy. Erre már nem. De várj, te svegydugot nem beszéltünk még meg. Na? Nézd meg a szemembe. Várjál már. Igen. És nekem mennyi lesz a fizetésem? Sem ennyi. Ó, bal. Itt egy kicsit fentebb el van dőlve, de ott van egy ilyen... Repülő. Repülő, egy ilyen... Hungarocell repülő. Itt van a Monster gyűjteményem, itt meg a mindenféle létező gyűjteményem, itt van az iPhone 13 doboz. Itt igazából minden létező doboz van, most ezekre nem mennék annyira ki, mert két óra hosszás lenne a videó. Nagy külön videóban egyszer valamikor. Itt, hogyha kicsit eljövünk balrább, akkor lehet ez így ilyen... Kupisarok. Ilyen workstation-szerűség, tehát ide mindig a csavarhúzó, meg ilyen szereléshez kellő dolgok vannak, meg a KD csapatos poszter, ezt is a videós találkozón vettem. Hát csak is a B-Mangy-et igazából, én csak a B-Mangy-t nézem tőlük. Itt van egy pendrive, ezen a Windows van rajta, hogyha kell valami gépre telepítő. Itt van egy... Naptár. Itt egy naptár, amit Gergő édesapja biztosított számomra. Hát igazából itt nem tudok már nagyon más mondani. Napokat itt sem nagyon tudod, szóval tök mindegy, hogy naptár vagy nem naptár. 12-e van. Igen. Na most kivételesen tudtam. Január 12? Igen. Hát nem is... Március! Itt a régi monitorom, ami nem fér el az asztalon. Tervezem felfúrni a falra, de... Mutter, nem engedő, felfúrjam a falra. Szóval az egyelőre ott fog megrohadni. Olyan leszek, mint KDS monitorgyűjtő. Ja, hát figyelj, egyelőre olyan lesz, ott lesz. Ja igen, és ez a asztal, ez a nem tudom mi esett le, ez az asztal, ez a Samsung G3-as monitoromnak a dobozán van rajta, és itt ez a hosszabbít, ez igazából a fenti ledet kezeli csak, tehát ennyit erről. Na! Itt egy hosszabbító a telefontöltőmmel. Kis cuki. Párna. Olyan, mit tudom én, milyen párna az ott. Az olyan majom vagy tehén majom vagy párna. Kutyám majom. Amúgy sose szoktam vele aludni. Ilyen kutyám majom. Sose, mindig lerúgom az ágyról. Na és akkor jön a nagy durranás. A setup. Hát sokat változott előző év óta, ezt azért hozzá kell tennem, főleg az Enter a billentyűzetemen. Az sokat változott, de hát fordulj meg. Ez a 2023-as setup, aki fönn van a Discord szerveremen, az már hamarabb látta, egy héttel körülbelül. Ugyanis kiraktam a setupot. És egyébként sok mindenről Discordon értesülni tudtok, meg sokat faszkodunk ott, meg általában velem tudtok beszélgetni. Az én Discord szerveremen találtam meg Gergőt, akivel nagyon jó barátok vagyunk, illetve partnerek vagyunk egymással, nem olyan partnerek, hanem csatornapartnerek vagyunk egymással,
És együtt szoktunk videózni általánosságba. Szeretem egyesével felsorolom, hogy mi van itt. Hát szerintem kezdjük innen balról, és azzal együtt lefelé. Itt egy kuka, itt bent ebbe a szekrénybe igazából minden írásos, minden, hát... kreatívkodós. Ja, az ilyen kreatívkodós, ilyen sulis cuccok vannak, ezt meg inkább kisenyítom, de mégis kinyitom. Hát ez ilyen... Közös időben kinyitottuk. Mindenféle létező dolog. Itt bent van egy van papír, itt egy régi tabletocska. Olyasmi, mint az enyém, csak nem teljesen. Ja. Itt van a kam... Na, majd kihalásszuk. Hát úgy ráesett arra a szájba, letklik vezérlőre, hogy meg is pusztult a ledszaldat. Itt van a hama hangszórom. Igazából itt a setup, ami itt mögöttem van, azt mindent megtaláltuk a kit.co-on. Igen, így kell beírni, kit.co. Így kell beírni. Per Rihigaming. És ott megtaláltok mindent, de ki fogom írni a képernyőre. Ez itt egy random lámpa. Lent van a Discord szerverem linkje a leírásba, és a Games of Hungry Discord szervere is a leírásba. Úgyhogy... Illetve YouTube csatornája. Illetve YouTube csatornájuk, úgyhogy menjétek le szépen a leírásba, és csekkoljátok ezeket. Visszatérve a setupra, itt egy csodálatos lámpa, benne egy okosizzóval. Ami okosabb, mint a... Brihome, vagy Brio-home, nem tudom, valami Brihome-os izzó, amit az Isten se tudnék összekapcsolni a telefonommal, tehát csak fehéren világít. De nekem annyi pont elég. Itt egy... Ez ennyi a neve. Black Wooden Clock. Ennyi a neve. Ennek a csodálatos... Ennyit is erről. Itt a... LED-bárom. Kettő darab van belőle, mind a kettő a monitor mögött van szépen beszuperálva. Nagyon szupi. Itt a Logitech C920. Nagyon kis cuki. Itt ez a monitor a Samsung G3, és azt hiszem abból is a 27 inches. Nem értek hozzá. Nem tudom. A nagy verziója, azt tudom. Te, huge monitor. Huge monitor. Huge monitor. Tász. Maradjunk annyiba. Itt a Samsung S24D330-as monitor. Ez a legelső monitorom. Volt? Igen. Hát ez a régebbi. Igen, ez a legrégebbi. Vagy hát ami jelenleg van a házban, az nem a legrégebbi, de ezzel nyomattam legelőször még a streamer gépen, ami van. Ja. Azt is megmutathatjuk már. Majd megmutatjuk. Itt a monitor alatt beszoktam ide dobálni az összes LED távirányítót. Itt van egy USB port. Az meg nem, azt, hogy... 4-es slotos USB port. Ez ilyen kis cuki, ebbe benne van a minden, ami kell. A lightbar, a lámpa, a egérpad, meg egy pendrive. Itt van a... Egérpadot akarom. Ja. Az is ilyen világítós, mint a billentyűzet, és ugye ott a csodálatos enter, amiről beszéltünk. Igen, már mindjárt visszatérünk. Itt a Samsung Galaxy A12, itt a hamának a kis sima hangszóró egysége. Ha felállsz, akkor itt van egy sima, hát ilyen háromlábú állvány. Itt a ring lightom ráeszkábálva egy vízmérték. Az mi a tökömnek rá? Elmagyarázod? Nem tudom, csak unatkoztam és ráragasztottam. Ha leülök, akkor folytatva a történetet, leesik a keverő, meg leesik minden. Ez itt a Trust... Trust milyen? Ez itt az U-Rage Exodus 700-as billentyűzet. Ez meg itt egy U-Rage egérpad, amit ide kiírok, mert nem tudom a pontos nevét. Itt a Logitech G920, és hozzá a shifter, a váltó. Ami háváltó. Igen. Tehát így 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Ami inkább. Nükverc. Itt a mikrofonom, ami egy, ez az állvány egy... Jaj. Az Úrés Stream 800-as mikrofonnak a állványa. És hú, ez itt rajta egy Yankee. Ezt is kiírom ide szépen. Ez itt a popfilterének a rögzítője, amit leszettem, mert engem személy szerint zavart. Itt van az erősítő a mikrofonhoz, ami egy Behringer AMC 22-es. De húzom, azt már nem is hall senki.
hogy üvöltözik velem anyám, ti szépen így visszatekerem, aztán már látszik is, hogy szigel, hogyha még túlságosan föltekered, akkor látszik a klippel, mint a kurva élet, úgyhogy le kell halkítani, és így már pont tökéletes is. Hát igazából erről így ennyit tudok elmondani. Ott van bent egy darab szigetelő szivacs. Az fog fel, mint a hangot. Egy darab. Hogyha ide lejövünk, akkor itt van a gamer gép. Na, ide az összes specifikációját ki fogom írni szépen. Az meg akkor nem marad helye képernyő. Hát nem, tehát igazából felesleges is mutatnám, hogy nem. Hát ebbe aztán van anyag. Így néz ki a gép belülről. Szerintem nagyon pacek. Tényleg ki van írva a specifikáció. Itt a streamer gép. Ja, itt van a pedál, ez egy ilyen, hát ennek a szőnyegnek csak azért van itt ilyen karácsonyi, igen, hogy ne csúszson a pedál, mert ennek gumis az alja. Látható, hogy hogyan szuperálnak a lightbarok szépen. És hát igazából így a setup része, az így nagyjából ennyi. A szék, amiben ülök, az egy Razer Edition-ös szék, azon belül a... Hú, hirtelen most nem is ugrik be a neve, mindegy, kiírom. Bence, amiben ül, az egy furi, micsoda? Egy régi szék. Egy furi szék, amit ugyanígy kiírok ide, mert annak sem tudom a teljes nevét. A fülesem az egy Trust fülhallgató, ami itt lapul bent rajta akasztón. Ez rajta egy Razeres kis cuki ilyen átalakítón, azért mert a jack dugó meghalt a gépembe, és csak így tudtam megoldani, hogy USB-s legyen. Story time-et kérünk, hogy halt meg a jack dugó? Úgy halt meg, hogy megvettem a gépet, már akkor is így mozgott benne a jack dugó, utána egyre jobban szarulott, hogy a mozgolódtam, meghúzódott a kábel, és egyszer bele volt akadva a székbe a kábel, és így tudod, előrébb húztam magamat, és annyira megrántotta, mert bele volt akadva, hogy még a jack dugó is elgörbül. Tudod, a régi fülesemnek olyan, azt vittem be az izére, amikor szerepeltünk. És akkor tönkrement a fülesem is, meg a jack dugó is teljesen. Úgyhogy, ja, tehát gyári hibás volt alapból is, meg még én is elsegítettem véletlen egy picikét. Hát ez van. Úgyhogy szerintem úgy nagyjából mindent elmondtam egyébként. Az asztalom Egy asztal, annak is kiírom a nevét, azt hiszem valami kring vagy kiring, valami ilyesmi a neve neki. Azt ja. Gamer asztal, meg egyben író asztal is. Tehát ilyen. Fasza asztal. Igazából így az egész szoba az így ennyi. Még annyit mutatnék meg, hogy amikor videózok, akkor hogyan néz ki igazából a setup. Szóval még egy annyi dolgot bemutatunk. Itt lapul a green screen, amit így ide szépen kiemelek. Most nem olyan putris megoldással van. Ja, ölemelem. Kinyitom a lábacskáját. Azt a lábacskáját is kinyitom. Kinyitom. Kicsit közelebb. Így. Itt van egy kicsi mozgástér. Bejövök. Így. És. Így. Hogyha videózok, akkor igazából ennyi. Indul egy OBS szépen, aztán csókolom, mehet a live, pörög a videó, vagy a live. Végzek a videózással, akkor annyit csinálok, hogy ezt igazából szépen leengedem, lecsukom, beakasztom, megemelem két oldalt, visszahajtom a lábát, és beteszem ugyanúgy a függöny mögé, meg egybe a radiátor alá, de még fogunk videózni, szóval most nem akarom eltenni. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, illetve lányok, hogy itt voltatok ebben a videóban. Hogyha tetszett, csapassatok egy lájkot,
iratkozzatok fel. Bence volt az operatőröm, neki sziasztok. Is itt van a képernyőn megjelenítve a csatornája, iratkozzatok fel rá is. Ő is most fogja újra kezdeni az egészet. Hát még azért hát nem egy az kis egész, idő múlva, igen, de... egy kis idő múlva ő is mindjárt visszatér. Úgyhogy legyetek jók, és sziasztok!